miért is vagyunk ma itt. Hát, hogy ott, valószínűleg mindenki tudja, hogy azért, mert az országgyűlés ma fog szavazni, körülbelül ezekben a percekben kezdik a végső vitáját annak a törvénymódosításnak, ami a szabálysértési törvényt fogja megváltoztatni, és ebben két új tényállás fog szerepelni. Az egyik az az, hogy a közterületen életvitelszerű tartózkodást, azaz az utcai hajléktalanságot szabálysértésnek nyilvánítják újra, és ez közmunkával, bírsággal, illetve végső esetben elzárással is büntethető lesz, illetve új elem, hogy úgynevezett hajléktalanmentes övezeteknek a létrehozását teszi lehetővé ez a törvény. Tehát mostantól, ha elfogadják ma ezt a törvényt, akkor ki lehet jelölni olyan zónákat a városokban, településeken, ahol a hajléktalan emberek nem élhetnek. A másik, ami ebben a törvényben szerepel, az a kunyhó építésnek a tiltása, és ez bizonyos szempontból sokkal durvább, mint az előző tényállás, mert ez rögtön elzárással büntethető szabálysértés lesz. Tehát aki ma magyar, ha elfogadják ezt a törvényt, akkor azok az emberek, akik ma megpróbálják az otthonukat saját kezükkel megteremteni, azokat börtönbe is zárhatják ezért. Csak egy pár szóban összefoglalnám, hogy mi történt azóta, amióta először tüntettünk itt 2011-ben. 2012. márciusában hatályba lépett egy, megint csak a szabálysértési törvénynek egy változata, ami az utcán élést büntette, és ennek a következtében több mint 2000 embert bírságoltak meg, illetve vontak eljárás alá 8 hónap alatt azért, mert az utcán éltek, és több mint 40 millió forintnyi bírságot szabtak ki szegény embereknek azért, mert kénytelenek közterületen élni. Ez az a törvény, amit utána 2012. novemberében az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított, és ezért megsemmisítette. És erre a válaszul a kormány nem belátta, hogy a hajléktalanság nem rendészeti, hanem szociális kérdés, hanem inkább úgy döntött, hogy beleírja az alkotmányba annak a lehetőségét, hogy a hajléktalan embereket büntessék. És ezért most március óta a magyar alkotmány az egyetlen a világon, ami lehetővé teszi, hogy a hajléktalan embereket büntessék azért, mert nincsen otthonuk. Így érünk el ehhez a mostani törvényhez, ami ugye most már alkotmányos felhatalmazással teszi lehetővé majd a kerületi önkormányzatoknak, települési önkormányzatoknak, hogy büntessék, üldözzék a hajléktalan embereket. Azért küzdünk, hogy ahelyett, hogy az állam, a kormány ennyi energiát fektetne abba, hogy embereket üldöz, mindezt az energiát az érdemi megoldásokba fektesse, lakáspolitikát alakítson ki, szociális politikát. Magyarország kormánya 3 éve nyíltan, törvényi szinten próbálja kiűzni a hajléktalan embereket a közterületekről. 3 éve a többség jogaira, a rendre, a közbiztonságra hivatkozva teszik, egyre megbélyegzettebbé, kirekesztettebbé és jogfosztottabbá a fedél nélkül élőket. A valóságban a hajléktalan szállók többsége túlzsúfolt, gyakran élősködőkkel fertőzött, nincs lehetőség a magánszféra kialakítására. Kevés olyan hely működik, ahol párokat is befogadnak, vagy ahová házi állatot is lehet bevinni. A nagy hidegekben előfordul, hogy a folyosókon, a földön, vagy még az asztalok tetején is emberek alszanak. Ezekben az intézményekben szinte lehetetlen autonóm, felnőtt emberként létezni. Az sem igaz, hogy minden közterületen élő embernek jutna hely a hajléktalan szállókon, bármennyire is elsúlykolják a kormánypárti politikusok. Az új szabályozás, azon kívül, hogy embertelen és alapjogokat sértő, nagyon veszélyes is. A büntetéssel és a hajléktalanmentes övezetek létrehozásával nem fog csökkenni a közterületi hajléktalanság, csak kevésbé lesz látható. Az utcán élő emberek teljesen ellehetetlenülnek, ha kiszorítják őket a város forgalmasabb területeiről. Ha megfosztják őket a kialakult kapcsolatrendszerüktől, azzal megfosztják őket a túlélés feltételeitől. Ha elrejtőznek a hatóságok elől, az utcai szociális munkások sem biztos, hogy mindig megtalálják őket, ami különösen a hideg időszakban komoly veszélyt jelent. Nem csak a magam nevében állok itt, hanem minden olyan keresztény ember nevében, akinek fontos az, hogy a szegények mellett szót emeljen. Mert a szegénység ugye az Isten ügye is mindig is az volt. Azért vagyok most itt, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen strukturális problémákra ne csak azt a választ adjuk, hogy mindig az egyénre toljuk át a felelősséget. A hajléktalan emberekre nézve olyan sokszor halljuk ezt, hogy segítsen magán, az ő hibájából került oda, ahol most tart. Rendszer szintű strukturális problémákat
a lakásszegénység és a munkanélküliség problémáit nem lehet egyéni szinten kezelni. Budapesten legalább 4000 vannak, akiknek nem jut helyszállásod. De hová menjenek ezek az emberek? Nem jó szántukból vannak ott, hanem azért, mert nincs lehetőségük a továbblépésre. Keményen próbálkoznak az életben maradásért. Bőrömben tapasztalom, hogy önök nem tudnak mit kezdeni a szegénységgel. Helyette el akarnak tüntetni minket szem elől. Ránk szabadítják az erőszak szervezeteket. Tisztelt igennel szavazó képviselő urak és hölgyek! Önöknek megvan a hatalmuk ahhoz, hogy áttörő eredményeket érjenek el a hajléktalanság megoldásába. Helyette mégis az elnyomás, a szegények üldözését választották. Én Magyarország választópolgáraként, a ma Magyarországon élő 30 000 hajléktalan ember egyikeként elnyomás helyett felelős kormányzást akarok, követelek. Még ezt is le akarják bontani, amink van. Még a bódinkat is el akarják venni tőlünk. Milyen hatással lesz rám a törvény? Börtönbe fogok kerülni. Nem jó szántumból élünk Kunyhóban, hanem azért, mert gyakorlatilag nincs lehetőségünk a kilépésre. Belügyminiszter úr, a hajléktalanság nem rendészeti, hanem szociális kérdés. Nem vagyunk bűnözők, és nem több 1000 Kunyhóban él társaink sem.